A csapadékhiány országszerte 20-30 mm közötti, a felső talajréteg szárassága már elérte a kritikus szintet, és a következő napokban is marad a szárasság. A hét második felében és a jövő héten várható délnyugat felől csapadék, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. A ma esti miért vendége Horváth Ákos, a Siófoki Viharjelző Obszervatórium vezetője. Jó estét kívánok! Helytálló az az időjárás jelentés, amit az imént vázoltam? Hogyne, a kollégáink az elmúlt időben különösen nagy figyelmet fordítanak a csapadékra. Azért előfordulnak ilyen, vagy ehhez hasonló száraz időjárási helyzetek, de ez tényleg rendkívüli. Ez azért alapvetően már a nagyföldi cirkulációban bekövetkező változásoknak az egyik következménye. Mondhatnánk azt is, hogy végső soron összefügg az éghajlatváltozással, azzal, hogy a légkörben ugye a sugárzási viszonyok, tehát a rövid hullámú besugárzás, meg a hosszú hullámú kisugárzás, meg ilyenek, amit az iskolában is tanultunk, tehát hogy ezek a viszonyok változnak, ez azzal jár, hogy megváltozik a légköri cirkuláció. Egy kicsit talán úgy mondanám, hogy mikor van a Dunának egy vízszintje, és akkor a hajósok jól ismerik, hogy ott hol vannak az örvények, de amikor rendkívül magas lesz a vízszint, akkor ugye máshol vannak az örvények, más a Dunának a vízjárása. Tehát a légkör is egy kicsit talán így működik. Ennek következtében nagyon gyakran kialakulnak hatalmas nagy anticiklonok. Gondoljunk például a tavalyi évre. A tavalyi évben Nyugat-Európában rendkívül meleg és száraz időjárás volt. Egy ilyen a Szaharából meghízó, olyan hatalmas anticiklon uralta akkor az időjárást, aminek következtében Nyugat-Európában nagyon sokat sütött a nap, és nagyon keveset esett az eső. A mi területünkön is meleg volt, tehát rendkívül meleg volt, de nem szélsőségesen meleg, ez pedig konkrétan annak köszönhető, hogy az úgynevezett légköri konvekció, tehát a napi záporok és zivatarok segítettek. Talán emlékeznek rá a nézők is, hogy tavaly nagyon sok volt a kisebb zápor, zivatar, szinte mindig a déli órákban megnövekedett a felhőzet, nagyon gyakran megdördült az ég, és valamennyi eső esett, hol több, hol kevesebb, de ez elég volt ahhoz, hogy például a Balaton vízszintjét azt normális szinten tartsa. Ugyanakkor például az Alpok térségében rendkívül kevés csapadék volt, és emlékszünk rá, hogy a Duna az rendkívül alacsony. Mi jellemzi a pillanatnyi állapotot? A pillanatnyi állapot az valahogy úgy néz ki, hogy egyre nagyobb az esély a helyi záporokra és zivatarokra. Most ez egy országos áztató esőt valószínűleg nem fog okozni, de arra minden esetre jó lesz, hogy ha egy kis szerencsénk van, akkor ismét kapunk egy kisebb locsolást, ami azért segít ebbe a kritikus szárazságba. Ugye említett, hogy viszonylag speciális és talán jó helyzetben is vagyunk. Ez köszönhető a Kárpát-medencei fekvésünknek? Hogyne, de azért elsősorban az időjárásnak, a légkörnek. Azért ilyen időjárási helyzetekben egy kicsit nagyobb az esélye annak, hogy az a nagy anticiklon az inkább Nyugat-Európa fölé húzódik, és ez miatt, hogy az Atlanti-óceánról jövő áramlások északnak mennek, majd utána lejönnek ismét dél felé. Ez egy ilyen tipikus áramlási rendszer, de ez azért nagyon sokat változhat. Tehát ha nincs szerencsénk, bőven előfordulhat az, hogy az anticiklon időjárási mértékkel egy nagyon kicsit, de keletebbre helyeződik, és akkor nálunk lesz rendkívül meleg, forró, száraz nyár. Hogyan lehet mérni az asszályosságot? Ez valami viszonyszám a föld és a levegő vonatkozásában, egyáltalán ki méri? Hogyne, hát az asszályosságot lehet mérni, akik a mezőgazdasággal foglalkoznak, nagyon jól tudják, hogy van egy vízmennyiség, amit a föld még képes befogadni, és van egy olyan mennyiség, egy olyan vízmennyiség a talajban, amit a növények még éppen fel tudnak venni, hogyha annál kisebb, akkor a növény az elpusztul. Most e között a két határ között ingadozik a talaj állapota, és ez természetesen alapvetően az időjárási viszonyoktól függ. Tehát ha most kiteszünk valami talajt képzeletből egy laboratóriumból, akkor egy idő után az felveszi a természetes talajállapotot az időjárás függvényében. Tehát alapvetően csak az időjárástól függ, az időjárása meghatározó. Milyen fokozatok vannak? Különböző szinteket jelölnek meg a szárazságokra, olyan enyhén aszályos, aszályos, rendkívüli aszály, tehát ez nagyon sokféle skála van. Alapvetően úgy lehet megmondani, hogy mindez a talaj nedvességtől tehető függővé. Természetesen ez a talaj típustól is függ, tehát egy homokos talaj, vagy egy humuszos talaj különböző féleképpen viseli el az aszályt, vagy különböző féleképpen tárolja a nedvességet, ennek megfelelően a rajta levő növényzet is különböző féleképpen reagál az aszályra. Tehát egy jobb minőségi talaj,
azban a, mondjuk a kukorica az sokkal inkább elbírja az aszát, hiszen onnan még mindig több nedvességet tud felvenni, mondjuk egy homokos talajban. Ugye ez elsősorban a mezőgazdasággal foglalkozókat, vagy a mezőgazdaságból élőket foglalkoztatja leginkább. Hol tájékozódhatnak? Mert ha jól tudom, akkor az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján már van egy aloldal erre vonatkozóan. Hogyne, vannak kollégák, akik ezzel foglalkoznak. Minden héten legalább kétszer frissül ez az oldal, illetve ilyen automata számítások is vannak. Itt az obszervatóriumban is fejlesztettünk erre a szoftvereket, amely megmondja azt, hogy egyes területeken az időjárás függvényében és a talajtípus függvényében mennyire kritikus a helyzet. Ez szép térképes formában ezek ábrázolva vannak, és a met.hu oldalon van egy ilyen agrár vagy agro aloldal, ott megtetszenek talán. Mennyire jellemző az aszályos időszak az utóbbi években? Nagyjából érintettük, de hogy konkrétan egy-két évre visszavezetve, vagy 10-20 évekről beszélünk, vagy ez tendencia a közeljövőben? Hát végül is azt lehet mondani, hogy az újabban a légkörben a szélsőségek a jellemzőek. Egy példát mondok. 2010 volt minden idők legcsapadékosabb éve, vagy legalábbis a mért időszakokban. Ugyanakkor rá egy évre, 2011 volt a legszárazabb. Tehát azzal, egy érdekes változás zajlik a légkörben. Azzal, hogy a nyugati szeleköve és az egész nyugatias áramlás, ez már nem egy olyan egyenletes, az egész féltekét körbe futó rendszer, hanem nagyon mély hullámok vannak, és lassú hullámok. Ha mi egyszer egy ilyen úgynevezett alacsony nyomású, lassú, ilyen planetáris hullámnak nevezik, egy ilyen területen vagyunk, akkor adott esetben nagyon sok zápor, zivatar van nyáron. Vagy például nagyon komoly sarki kitörések, hideg kitörések vannak télen. Ugyanakkor, ha egy másik területen vagyunk, akkor pedig a nyár szélsőségesen száraz és forró lehet. És ez a változékonyság, ami azért korábban ugye egy ilyen 6-7 napos periódusban megnyilvánult, ez a változékonyság egyre kevésbé tetten érhető. Tehát ez a nagy légköri cirkulációban bekövetkező változásoknak a következménye, ami aztán kihat nem csak a mezőgazdaságra, de akár a viharokra is, akár a balatoni életre is. Ugyan ennek köszönhető, hogy gyakorlatilag a tavasz és az ősz, mint évszak nagyjából eltűnik? Hát azért azt nem mondanám, hogy eltűnik, de végső soron való igaz, hogy a szélsőségeknek köszönhető, hogy egyik nap nagyon hideg van, utána pedig hirtelen akár egy 4-5 fokos maximum hőmérsékleti nap után, akár már 10-15 fokos maximum hőmérsékleti napra is lehet számítani. Ennek a gyakorisága megnövekszik, de régebben is voltak ilyenek természetesen. De ez a jelenség egyre gyakrabban fordul elő, ez való igaz. A túl közelsége milyen hatással van az időjárásra, akár az aszály tekintve? Most a Balaton az egy nagyon érdekes, az évnek ebben a szakaszában tulajdonképpen egy kicsit gyengíti a gomoly felhőket. Ugye Ötvösnek van a könyve a utazás a Balaton közül, ott nagyon szépen le van írva, hogy nézz az égre, meglátod a Balaton, nézz a Balatonra, meglátod az eget. Ez való igaz, ez a Balatonnak a hatását legszebben írja le, hiszen a felhőket, ugye az árnyékokat látjuk a Balaton. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy ebben a gomoly felhős időszakban délre tőlünk gomoly felhők, északra főleg a Bakonyban gomoly felhők, a Balaton fölött pedig van egy nyitott, inkább naposabb terület. A hideg víz nem nagyon kedvez a gomoly felhők kialakulásának. Ilyen módon Balatonnál, ott legalább az évnek ebben a szakaszában több a napsütés. Ugye nagyon sokat lehet arról hallani, hogy bizonyos eszközökkel, vagy a tudomány már olyan fokon szinten tart, hogy lehet befolyásolni az időjárást. Ez valóban így van? Valamit lehet csinálni, hogy ez most jó vagy rossz, azért óvatos lennék. Végső soron már most befolyásoljuk az időjárást azzal, hogy azt a hatalmas mennyiségű széndioxidot, amit az élővilág több millió év alatt kötött meg, és vitt le a földbe szén, meg kőolaj formájában, azt gyakorlatilag egy pillanat alatt felszabadítottuk most, és kinyomtuk a légkörbe. Hát ennél drasztikusabban elég nehéz szabályozni az időjárást. Most rövid távon is lehet ilyesmit csinálni, ilyen a jégeső csökkentő, vagy jégeső elhárító tevékenység, amikor olyan vegyszert, vagy hát inkább ilyen apró
magvakat juttatnak a légkörbe, amire a felhőben a vízcseppek ki tudnak csapódni, tehát nem kevés számú nagy jégszem képződik, hanem sok apróbb jégszem képződik a felhőben, így egy kicsit csökken az esélye a jégesőnek. Hát ezt most már az országos szinten is művelik. Hát ennek a hatása, hát bízunk benne, hogy pozitív lesz, bár mondjuk a szakirodalom ebben eléggé megosztott. Ezt egyébként mikor lehet bevetni, vagy ki dönt arról, hogy ezt az eljárást vagy technikát alkalmazzák? Az Országos Meteorológia Szolgálatnál vannak már munkatársak, akik hát javaslatot tesznek annak a rendszernek a bekapcsolására vagy lekapcsolására, amit a Nemzeti Agrárkamara működtet. Jó, mire lehet számítani a következő időszakban, hiszen sokakat azért izgat, hogy milyen lesz az idei nyár? Nos, a több számítás is azt mutatja, amiket azért nem győzök hangsúlyozni, nagyon fenntartással kell fogadni, és csak nagyon is átlagokról lehet beszélni, hogy nagyobb az esélye annak, hogy szárazabb, és vagy legalábbis melegebb lesz a nyár, és nem lesz különösen csapadékos. A csapadék tekintetében ezek a számítások azt mutatják, hogy talán az átlagosnál kicsit kevesebb lesz a csapadék, de a rendkívüli szárazságot nem tükröznek. De hangsúlyozom, ez a légkörben nagyon-nagyon kicsi változások, a légköri skálával nagyon kicsi változások hazánk időjárását nagyon nagy mértékben befolyásolják. Ugye április 1-től újraindult a balatoni viharjelzés, amely október 31-ig tart. Április 1-ével a Balatonnál működő 46 viharjelző állomás mellett a tó mindhárom medencéjében egy-egy vízbe telepített napelemmel működő jelzőlámpás állomás lett. Ezt hogyan kell elképzelnünk? Nos, ezt a katasztrófa védelem megbízásával a rádiós segélyhívó szervezet, az RSOE valósította meg. Ez egy érdekes technikai dolog. Nem olyan nagyon nagy teljesítményű lámpák, mint a parton vannak, de ilyen kisebb ledes lámpák, de azért elég jó fényű ledes lámpákat telepítettek a tó közepén lévő, alapvetően meteorológiai méréseket szolgáló cölöpökre. Ezekhez a szükséges energiát legjobb tudomásom szerint csak a napelem képes biztosítani. Ugyanúgy rajta vannak a viharjelző rendszeren, tehát amikor mi az obszervatóriumban bekapcsoljuk a keleti medencével az első fokot, akkor a partmenti lámpák mellett a keleti medencében egész pontosan Siófok és Alsós között félvízen levő, meteorológiai cölöpben elhelyezett lámpa is ugyanúgy villogni kezd. Ezen kívül még további két lámpa van a Balatonnál, a Keszthelyi öbölben, illetve a Szigligeti öbölben. Azt árulja el nekem, mert biztos sokan nem tudják, és kíváncsiak rá, hogy pontosan mit kell nézni, amikor első, másod és harmadfokú viharjelzés van? Vagy hát, mit lát az ember? Igen, az első fokú viharjelzés az azt jelenti, hogy a lámpák percenként 45-öt villannak. Az első fokú viharjelzés az azt jelenti, hogy a jelzés időtartama alatt erős széllökés lehet. Nem viharos, erős. Az erős az azt jelenti, hogy 40 és 60 kilométer közötti széllökésekre számíthatunk. Amikor a másodfokú viharjelzés van, és ilyenkor a lámpák percenként 90-et villagnak, akkor arra lehet számítani, hogy a legerősebb széllökések meghaladhatják a 60 km per órát. Harmadfokú viharjelzés nincs a Balatonnál. De jogos az a kérdés, hogy mi van akkor, ha másodfokú van, hogy ez most 60 kilométert jelent, vagy esetleg egy 120 kilométeres vihart jelent. Erre én azt tudom mondani, és mindenkinek is ezt tanácsolnám, aki vízre megy, nem egy olyan ördöngőség a mai világban, mindenféle alkalmazás van, a meteorológia szolgálatnak van honlapja, a meteorológia szolgálatnak is van alkalmazása, ezen kívül is minden olyan alkalmazás van, ami a balatoni prognózist hozzáférhetővé teszi. Tehát egy pillanatra rá tudunk nézni a prognózisra, el tudjuk olvasni, a legjobb mindig azzal kezdődik az időjárás jelentés a Balatonnak. A északnyugatira fordul, azért megérénkül, legerősebb lökések elérhetik a 60 km, akkor tudjuk, hogy az olyan másodfok lesz, az azért lesz már 60 km. De hogyha benne van, hogy az egyes lökések elérhetik a 100 km, akkor arra nagyon rá kell készülni. Tehát én azt tanácsolom mindenkinek, aki a vízre megy, hogy azért egy pillantást vessen az időjárás jelentésre, és azt szerint aztán a lámpákat nagyon jól tudja értelmezni. Mennyivel előbb adják ki a jelzéseket? Hát optimálisan 3/4 órával vagy 1 órával a vihar érkezése előtt, vagy az adott
széllökés érkezése előtt próbáljuk kiadni a jelzést. Itt azt kell látni, hogy azért egy elég két tűz között van a viharjelző obszervatórium, vagyis a munkatársak, hiszen mindenképpen arra törekszünk, hogy olyan szélvihar ne legyen, hogy nincs kint a jelzés. Ugyanakkor akár meddig fölöslegesen sem lehet kint a jelzés, hiszen tisztában vagyunk azzal, hogy az emberek nem azért jöttek a Balatonra, hogy csak a partról nézegessék, hogy villognak a lámpák. Tehát igyekszünk, ahogy csak lehet, igyekszünk levenni a jelzést. De mindenképpen azt kérem, hogy aki csak tudja, hogy azt tartsa evidenciában, nem fölöslegesen, soha nem fölöslegesen van kint a viharjelzés. Kikre vonatkozik egyébként az első és másodfokú viharjelzés? Hát tulajdonképpen mindenkire vonatkozik. Épp emberekre igen, de hogy gondolom, hogy azért... Vannak jogszabályok is erre vonatkozóan. Amennyire én tudom, jelenleg ugye a hatályos jogszabályok szerint a vitorlás csónakok másodfokú viharjelzésben nem mehetnek ki, a fürdőzők másodfokú viharjelzésben nem mehetnek be a Balatonba, vagy elsőfokú viharjelzés esetén a vitorlás csónak nem mehet messzebb, mint északi parttól, déli parttól függően 1500 vagy 1000 méterre, az úszó nem úszhat valamilyen távolságnál messzebb. Tehát vannak több ilyen szabály is, de hát igazából mondjuk a nagyobb vitorlás hajók, tehát amelyeknek ilyen úgymond papírjuk van, hivatalos hajóvizsgával rendelkező hajókra nem vonatkozik a jelzés, de azért azok is nagyon sűrűn megnézik, és ott is lehetnek problémák egy-egy vihar miatt. Bőven ezt a hajósok nagyon jól tudják. Mennyire szeszélyes a Balaton körüli széljárás? Rendkívül szeszélyes. Több alkalommal is volt arra lehetőségem, hogy beszéljek tengeri hajósokkal, akik azt mondják, hogy a Balaton az egy nagyon unikum. Ennek ugye az az oka, hogy a tengernél ugye az egyik oldalról van egy homogén tenger, egy homogén felszín, egy homogén közeg, a másik oldalról egy többé-kevésbé homogén közeg, ugye a part. A Balatonnál viszont ugye part, északi part van, déli part van, tehát a partok nincsenek nagyon távol. A Balaton már akkor ez a terület már akkor egy érdekes időjárási helyzettel rendelkező terület lenne, hogyha nem lenne itt a Balaton, hiszen három hatás is találkozik itt, a mediterrán, a kontinentális és az óceáni hatás. Most ahhoz képest, hogy még itt van a Balaton, aki nagyon erőteljesen befolyásolja az időjárást, vele párhuzamosan ott van a Bakony, aki hosszan elhúzódó olyan észak-kelet-délnyugat irányával ugyancsak erősen befolyásolja az időjárást, ennek következtében a balatoni széljárás rendkívül összetett. Jellemző eset például a Balaton vizének a éjszaka ugye egyetlen melegebb, mint a part hőmérséklete, lekeveri a magassági szelekt. Ennek következtében az országban mindenütt már szinte szélcsend van, de a Balatonnál még jó ízűen fúj a szél. Azt még árulja el nekem, hogy talán egy hónappal ezelőtt itt a másik oldalon Füreden jártam, és egészen elképesztően szép színe volt a Balatonnak. Hogy ez mitől függ, hogy a Balaton éppen milyen színű, hogy sötétzöld, hogy világosabb zöld, kékesebb? Ez egy jó kérdés. Nagyon sok mindentől függ. Függ a napállástól. Attól is függ, hogy honnan tetszik nézni a naphoz képest a vizet. Ezen kívül természetesen függ a felhőzettől, függ attól, hogy mennyi nedvesség van a légkörben, mennyire kék az ég, mennyire adja vissza a kékeget, és nagyon erőteljesen függ a felszín állapotjától, konkrétan a hullámzástól, mennyire hullámos, mennyire csendes, a nap szögéhez képest, vagy a belsési szögéhez képest merre mennek a hullámok, jobbra, balra, erősebbek a hullámok, gyengébbek a hullámok, nagyon-nagyon sok mindentől. Szóval akkor sok színű a Balaton ezek szerint minden évszakban, minden hónapban. Utolsó kérdés, mert hogy már csak ennyire van időnk, 85 éves az obszervatórium. Egy kicsit menjünk vissza a múltba, mit kell tudni róla, milyen eredményeik vannak, mi az, amire büszke? Hát ugye tulajdonképpen ez egy érdekes, a balatoni viharjelzés társadalmi igény hozta létre, és a meteorológiának akkor lépnie kellett egy olyan irányba, amire nagyon nem volt felkészülve. Számomra még mindig rejtély, hogy a régiek, ugye a nagyon nagy öregek, azok hogyan tudtak viharjelzést adni, akkor, amikor hát manapság a műholdak, a radarok, a szuperszámítógépek korábban is nekünk sokszor nehézségeink vannak, hát valahogy megoldották nyilván a kor lehetőségei szerint. A Balatonnál azt lehet mondani, hogy
ez az a terület, ahol a meteorológiának igen nagy jelentősége van. Mondhatjuk úgy, hogy az időjárás jelentés az életben vágóan fontos, és ez egy teljesen egyedi szerepet ad a magyar meteorológián belül is a balatoni viharjelzésnek. Mennyire változtak az előrejelzéssel kapcsolatos eszközök, az infrastruktúra? Óriásit változott, hát már az én időm alatt is. Tehát, hogy a 80-as években, amikor ide kerültem, én nem voltak, vagy nagyon kezdetlegesen voltak időjárási radarok, a számítógépes modell előrejelzések, azok még gyerekcipőbe jártak, illetve hát a mérések is teljesen manuálisan történtek, sokkal ritkábban, sokkal kevesebb mérés volt. Tehát ahhoz képest el lehet mondani, talán több nagyságrenddel változott ez a helyzet. A meteorológiában ugye az informatikai forradalom nagyon-nagyon éreztette a hatását. Tehát nálunk is ugye nagyon-nagyon fontos a radar, a műhold, az automata mérések, az informatika. És ennek tudatában tudjuk azt, hogy mire számíthatunk, de még most is megvan a legfontosabb műszerünk, az ablak, amin ugye kinézünk, és tudjuk, hogy az a folyamat, amire számítunk, az most megindul, vagy nem. És az általában mindig be is szokott jönni, gondolom. Horváth Ákos, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és mindezt elmondta nekünk, a nézőknek pedig a figyelmet, szép estét kívánok, viszontlátásra!